Sziasztok fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit, mindenki kedvenc pufi kabát szimulátorában, a Divisionben, és a mai nap kirándulást teszünk a Dark Zone-ba, ahol a legsötétebb az éjszaka, és ahol a legpörgősebb az akció, úgyhogy remélem, hogy felkészültetek, itt is vagyunk a bejárat előtt. Amit látjátok, még csak 11-es szintnél járok, de nem volt időm sokat játszani a játékkal, ellenben már egy kicsit kirándulgattam a Dark Zone-ba, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg ez a játék talán legszórakoztatóbb pontja. Na, most itt beléptünk ezen a kapun, ez itt a zsilip, vagy a karantén kezdete. Itt találunk egy boltost, akinél mindenféle Dark Zone-os jóságot vehetünk, és itt látjátok, hogy pénzbe kerül itt is minden, hát mi másba, viszont itt a Dark Zone-ban található pénzt tudjuk csak kizárólag elkölteni. Valamint látjátok, hogy mindennek van szintkorlátja, illetve rangkorlátja, és ez utóbbit csak és kizárólag a Dark Zone-on belül elkövetett hőstetteinkkel vagy gaztetteinkkel tudjuk növelni, annak rendje és módja szerint. Azt látjátok, hogy itt meglehetősen jó cuccokkal kecsegtet már alapból a boltos, és ez így elmondható az egész Dark Zone-ra, tehát itt vannak a legjobb lootok, alla Zaccum Zusammen, de ezért kőkeményen meg kell majd harcolnunk. Itt lényegében a PvP lenne a lényeg, de azért mondom, hogy lenne, mivel nem nagyon PvP-zik senki, vagy ha valaki mégis PvP-zne, az általában véletlenül teszi, tehát valaki így a golyó elé ugrott, és akkor hát uram bocsá, akkor belelőtt, és akkor ő így idézőjelben rogue lett, tehát így lázadó, vagy így nem tudom, tehát így gonoszszá vált az adott játékos, és ilyenkor mindenki szabadon levadászhatja, és ezért cserébe bónuszokat ad a játék azoknak, akik levadásszák azokat a játékosokat, akik más játékosokat ölnek. Hát szóval nem díjazza túlságosan a játék a PvP-t. Viszont van PvE is bőségesen, és amit látjátok, itt már érkezik a gép nagy erőkkel irányomba, és hát itt erről szól a történet, hogy mindenütt itt vannak a gép által irányított ellenfelek, néha nagyon nagy hordákban csak úgy ukmuk-fukka semmiből előkerülnek és a nyakunkra spónolnak, mi pedig hát akkor likvidálhatjuk őket. Itt nem kapunk értük XP-t, csak és kizárólag a rangunkat tudjuk növelni az elintézésükkel, illetve meglehetősen jó lootokat szoktak dobni. Na, elértem a 12-es rangot, és kaptam ott egy kék lootot. Ami viszont a slusszpoén, hogy ezen lootokat mindenki látja, aki itt a környéken van. És innen jön a jó része az egésznek, ugyanis hoppá, nem akarok meghalni, vedd föl, oké. Ó, találtunk egy kéket, nagyszerű, akkor most innen el kéne húznunk. Tehát itt tényleg a loot szerzés a lényeg, viszont az nem jön könnyen. A loot az NPC-kből esik, illetve a többi játékosból, ha úgy ítéljük meg, hogy inkább őket tesszük el láb alól. És látjátok, ezt a zöld, két zöldet mindenki látja, aki most itt van a környéken, és felszedheti. Hát nem tudom, hogy felszedjem-e, megnézzük, hogy mi ez pontosan. Jó, ez nem érdekes. Ez sem valami jó, ez a hátizsák. De igen, tehát ez itt a lényeg, kimenekíteni a cuccokat, és nem tudjuk csak úgy kivinni, hogy most így visszamennék a zsiliphez. Hopp, ott van egy kék, azt próbáljuk meg megszerezni. Jó, messzere jelzi a radar, ahogy nézem, ja, ott világít, már látom, és szerintem itt a másik csóka is erre megy rá. Na, és itt akkor most így dönthetnék, hogy lelövöm, vagy nem lövöm le. Ha lelövöm, akkor viszont én leszek a gonosz, és egy rövid ideig bárki szabadon levadászhatja a testemet, és azért cserébe bónuszokat kap. Viszont ha sikerül elmenekülnöm, akkor viszont én kapok bónuszokat, szóval van egy ilyen érdekes adok-kapok rendszer a játékban. Hoppá, na, segítsek neki újraéledni? De ne menj el. Na, sikerült újraélednie. Hoppá! Na, itt van egy eléggé marcona ellenfél, úgyhogy próbáljuk őt elintézni. Jó, azért az a gépfegyverem rendesen szórakoztatja.
azért azt meg kell jegyeznem, hogy nagyon sokan mondták, hogy ez a PvP a Dark Zone-ban egyáltalán nincsen jutalmazva, lévén, hogyha valakit levadásznak, így a gaztettek elkövetése közben, akkor az meglehetősen nagy büntetést kap. Tehát nagyon sok rangot veszít a Dark Zone-beli rangjából, ezzel párhuzamosan pénzt is, Dark Zone-beli pénzt, és még elvesztíti a nála lévő lootot is természetesen, és azt bármikor bárki kilootolhatja. Ilyenkor persze megvan az az esélyünk, hogy visszamenjünk a holttestünkkel, és megszerezzük azt, amit elvesztettünk, de hogyha ez alatt arra jár egy másik játékos, és hát miért ne járna, akkor bizony, hát volt loot, nincs loot, és ezt így el kell fogadni. De ettől függetlenül szerintem ez a játék egyik legmókásabb és szórakoztatóbb része, és bizony itt fogjuk eltölteni időnk legjava részét, már csak abból kifolyólag is, mert itt esik általában a legjobb minőségű felszerelés, és hát szerintem ez a legszórakoztatóbb, tehát így bevesszük magunkat ide a Dark Zone-ba, és addig kempelünk, amíg valami jó loot-tal ki nem tudunk menni. Na és akkor, ha már így annyit emlegettem a lootot, tehát innen nem tudjuk csak úgy kicipelni a megszerzett zsákmányt. Jó, természetesen engem lő. Hoppá! Ezt a ninja mozdulatot. Hanem el kell vennünk egy úgynevezett kimenekítési ponthoz, ahol hívunk egy helikoptert. Na most ezt így mindenki látja a környéken, hogy mi hívtunk oda egy helikoptert. És értelemszerűen oda fog jönni jó eséllyel. Na most itt megint fennáll a veszély annak, hogy minket a kimenekítés hát kényes pillanatában fog valaki lelőni, orvul. De általában az emberek így össze szoktak dolgozni, tehát ők is tudják azt, hogy nem túl kifizetődő így mások orra alá borsot törni. Továbbá mindenkinek megvan a saját jól felfogott dolga, tehát itt is nagyba PvE-eznek még az emberek. Na remélem, hogy az ott valami jó cuccot dob majd a végén. Közben itt nagy erőkkel lőjük egymást. Hajj meg! Nem akar. Na végre, köszönöm. Jó, lerakjuk megint a robotágyút oda szépen. És már megint én kapom azt a fránya gránátot. Jó, nem halunk meg. Viszont kicsit hílelődünk. Szóval itt most megtehetném, hogy ezt a szerencsétlet hátba lövöm, de nem fogom megtenni. Inkább sokkal mókásabb kicsit összedolgozni. És hagyni, hogy a játékot így közösen oldjuk meg, már ha meg tudjuk. Lehet, hogy át kéne váltanom egy másik talentre, de egyelőre ez a túlélő felszerelés itt nagyon nagy segéd lett nekem legalábbis. Oké, az ott meghalt, elejtette a saját gránátját. Kilőttük a kezéből. Égek. Jó, kicsit gyógyítok magamon végre. Na, elő a shotit. Ezt nem még találtam. Nesze. De szép volt. És találtunk jól útot. Jó, plusz egy kulcsot. Na, a Dark Zone-ban vannak ládák is, viszont a ládákat csak kulcs segítségével tudjuk kinyitni, és ezt is itt tudjuk lootolni. Ami hát annyira azért nem gyakori. Na, és amint látjátok, valaki hívja itt a kimenekítő helikoptert, úgyhogy próbáljuk meg. Na, ezt azért kinyitjuk. Jó. Vigyük. Próbáljuk meg menteni, ami menthető. Na és ilyenkor, amikor érkezik a helikopter, nagyjából másfél-két perc alatt tér ide, és ez alatt mi oda mehetünk a helyszínre. Ezt valami ki tudom nyitni? Ki tudom nyitni, nagyon jó. Division Tech, na és hol van ez az Extraction Point? Ide kell menni, ez nincs is messze, nagyjából két utcányira. 100 méter. Na és ilyenkor a helikoptert elkezdik elözölleni a gonosz NPC-k is, tehát nem csak a másik játékostól kell tartanunk, hanem inkább az ellenséges hordáktól, és ezért sem ajánlatos általában egyedül menni, mert ha csak nem vagyunk nagyon jól öltözve, vagy nincsen nagyon nagy játéktapasztalatunk, vagy sok szinttel az itt lévő NPC-k felett állunk, akkor hát jó eséllyel le fognak minket lőni, mint egy kutyát. Ja, ide fog érkezni a helikopter még 21 másodperc múlva. Közben itt próbáljuk meg bevédeni a helyszínt.
Hát én itt sunyulok, és mondom, itt nagyon kell tartani a többi játékost, és hopp, ott már valaki átpártolta a sötét oldalra, és le is lőhetjük, hogyha arra van éppen érkezésünk. Hopp! Lelőttük, és ilyenkor mi nem megyünk át a másik oldalra, ellenben az ellenfeleink igen, akik lelőttek. Na és ilyenkor minket nem lőhetnek le, tehát mi nem leszünk ilyenkor célpont, hogyha gonoszakat lövünk le. Na, felraktuk a kis tatyónkat, és ezt a helikopter elszállítja nekünk, és innentől kezdve ez már biztonságban van. A helikopteren a férőhely természetesen korlátozott. Tehát nem tud korlátlan mennyiségű játékos itt lepakolni. És ezért is alakulhat ki PvP szituáció. De még egyszer mondom, valamiért én ezt eddig nem nagyon tapasztaltam. Tehát a játékosok meglehetősen békések általában. Persze az elején mindenki egyszer kipróbálja, hogy milyen az, amikor így rongyá lövi a másik játékost így hátulról, amikor az nem számít rá, de hosszú távon nem ez a kifizetődőbb jelenleg a játékban, ami hát számomra azért érdekes, mert alapvetően nem ennek volt eladva a Division, hanem annak, hogy így PvP-zzél, mint az állat, és akkor te leszel a nagy badass a Dark Zone-ban, de bünteti a játék elég keményen a PvP-t, én azt vettem észre. Aztán ez persze egy olyan dolog, amit patch-ekkel könnyen el lehet intézni, vagy egy update-tel, tehát kicsit változtatnak a balanszon, és már is sokkal barátságosabb, vagy hát ha úgy veszük, barátságtalanabb lesz a játék így PvP szemszögből. Na. Elő a shotit. Oké. Hát ez úgy kimúlt. És dobott nekem 50 pénzt. Hoppá! Lőnek. Ó, de megjött az erősítés. Na, itt fertőzés veszély forog fenn. Harc a parkolóházban. A föld alatti parkolóházban. Hát, ha lesz valami jó út az egyiknél még a végén. Júj! Ez ott mivel lődöz? Jó, belelövés megvolt. Jó, most így zárósor tűz alatt vagyok, tehát így nem nagyon tudok mozdulni. Meg kell várnom, amíg újra táraz. Jó, hát azt még mindig nagyon furcsán kezelem, hogy osztjuk a fejlővéseket, és nem halnak meg az ellenfelek. Tudom, hogy ez egy ilyen játék, teljesen tisztában vagyok vele, de mégis, tehát ez a Tom Clancy Division, és ez a nagyon realisztikus setup, ez annyira, hát hogy is mondjam, aszimmetrikus ezzel a fejlővéstől nem halunk meg szituációval, hogy... Egyszerűen diszonáns a játék önmagával, a saját koncepciójával. Ez szerintem az egyik legnagyobb problémája. A másik pedig az, hogy a lootok nem izgalmasak. Tehát, ahogy mondottam, volt pufi kabátos, sapkás, baseball sapkás, jackis emberkék mászkálnak az első szinten is, és a legmagasabb szinten a legjobb felszerelésekkel egyaránt, és ez annyira szerintem nem motivál hosszú távon, legalábbis engem, hogy sokat játszak a játékkal a loot miatt. Persze, aki imádja a nagy számokat és a számok növelését, az itt is megtalálja a számításait, de azért az én számomra nagyon fontos az, hogy jól nézzen ki a karakterem lévén, hogy ez egy 30-as szint kell, és én csak 12-es vagyok, hát akkor én ezt nem nyitom ki sajnos. Megérte lejönni? De alapvetően, ha egy looter-shooterről van szó, én továbbra is azt vallom, hogy a loot az legyen érdekes, izgalmas, hogy az emberek motiváltak legyenek arra, hogy sokat játszanak annak érdekében, hogy a lootot azt kioldják, vagy feloldják. Na, itt már haltam nemrég. Jó, elnézünk ebbe az utcába, itt is valószínűleg buli lesz, és hát, ha találunk valami kéket. Na, de visszatérve a Dark Zone-hoz, tehát ezt élvezem a legjobban a sztori küldetések után, vagy előtt. Tehát a sztori küldetések még jók.
azt meg kell hagyni. Tehát ha van érdeme a játéknak, az még a sztori küldetésekben érhető tetten, a nagyon szép, nagyon csinos, látványos grafika mellett. És akkor tényleg az ember beveszi magát a Dark Zone-ba, aztán megtörténnek a dolgok, és ez szerintem nagyon jó. Tehát ezt élvezem, legalábbis most még élvezem egy-két óra Dark Zone-ozás után. De mondjuk lehet, hogy 8-10 óra után már ezt is unnám, ki tudja. De lehet, nem. Azért nekem elég jó a monotonitás tűrésem, azt így meg kell jegyeznem. Na, itt jön egy játékostárs, meg még egy játékostárs. Aztán persze magasabb szinteken már hallani olyasmiket, hogy nagyon nincsen kiegyensúlyozva a játék, és aki meglépi a 30-as szintet, annak semmi esélye nincsen egy olyan játékossal szemben, aki mondjuk már egy jó ideje 30-as szintű, és így ide keveredik. Tehát egy jól öltözött 30-as szintű emberke akár 3-4 rosszul öltözött friss 30-as szintű emberkével is felveszi a verseny gond nélkül. Ami azért valljuk be, hogy annyira nem reális. Ó, megérkeztünk a kínai negyedbe. De ezek a szép fények, ez annyira tetszik. Csak aztán itt majd megjelennek mindjárt az ellenfelek, aztán elindul szépen a Yakuza hadművelet. Az egyébként nagyon jó, hogy a különféle gengek vagy csapatok egymást is lövik a játékban itt kőkeményen. Tehát vannak az égetők, vagy nem is tudom, tehát a lángszórósok, én csak égetőknek hívom őket, akik mindent megpróbálnak purgálni és felperzselni. Na, ők például nem nagyon szerepelnek a kedvelt személyek listán. Ott egy kék, meg egy zöld. Na, próbáljuk meg ezt kimenekíteni. Jó, és itt mindjárt jön a helikopter. Hoppá, bocsika. Húzzunk el innen? De sürgőse. Ó, de nem ide, nem ide. Ide szépen vissza, még jön a helikopter, és akkor itt elvittem valakinek a cuccát remélhetőleg. Jó, azt ott oda lehelyezzük. Azzal szerintem ott ellesznek. Jó, ez a mesterlövész pisztolyt, azt úgy előkapnám. Na, megjött a helikopter? Jó, ott jön a helikopter. Akkor megpróbálom ráakasztani szépen a cuccot. És akkor már itt sem vagyok. Vedd föl. Jó, itt van egy rossz arcú idegen. Meg még egy rossz arcú idegen. Lelőjük, lelőjük. YOLO! Na, és ilyenkor, hogyha mi lettünk a rossz arcú idegenek, el kell húznunk, és látjátok, a fejünk fölött van egy számláló, ami elkezd visszafelé pörögni, amint elmentünk valahova, közben lőnek minket, mint az atom. És hogyha túléljük egy darabban a dolgot, még ez a számláló lejár, akkor kapunk bónuszt. Ellenkező esetben nem leszünk túl jó helyzetben, ugyanis bukunk csomó bónuszt. Na, még 10 másodperc. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, áj, elbuktunk mindent. De nem, csak egy kulcsot, némi pénzt, meg XP-t. És igen, tehát a rugókat bünteti a játék elég súlyosan. És ilyenkor nem is tudunk ripoppolni. Hát utánam jöttek nagyon csúnyán. Mindegy, én azért kimenekítettem, amit ki lehetett, remélem. És az bekerült a tatyóba. És akkor azt magunkhoz veszük. De ezt miért csinálja? Miért nem tudok egyből feléledni? Köszönöm. Hát most gonosz voltam. Nem is fizetődött ki. Elég sok pénzt vesztettem, ami azt illeti. Az a 300 pénz azért viszonylag sok. Nézzük csak meg. Ja, hát gyakorlatilag, amit így az elmúlt 20 percbe összeszedtem, azt most mind negálta nekünk a játék.
Jó, szerintem vissza is kéne mennünk a szütyőhöz. Na jól van, fiúk, lányok, viszont ez volt a Dark Zone a Divisionben. Remélem azért sikerült nagyjából átadnom a feelinget. Még egyszer mondom, szerintem ez a játék továbbra is legerősebb aspektusa, ugye a szép grafika és a jó sztori küldetések mellett. Tehát ha egyedül vagyunk, ha csapatban, szerintem mindenképp érdemes kipróbálni, mert jó móka. A csapatok ráadásul így spontán is folyamatosan szerveződnek így a játékosok között. Nem annyira intenzív a PvP, itt is inkább a PvE dominál, tehát a gép által irányított ellenfelek ellen fogjuk bevetni magunkat főleg, de azért egy-két patch-el remélhetőleg a Ubisoft rásegít itt a PvP tartalomra is. Én megköszönöm szépen a figyelmet, további jó játékot kívánok mindenkinek, és találkozunk még remélhetőleg. Szeretnék egy ilyen összegzést készíteni a játékról, még játszogatok vele, és tényleg nem mondom azt, hogy nincs kedvem, mert így, ha elkezdi az ember, akkor úgy játszhatja magát a játék. De azért itt is ugyanúgy, mint a Far Cry Primal esetében érezhetőek bizonyos hiányosságok, vagy inkább azt mondanám, hogy lehettek volna bizonyos döntések, amiket picit másképp hoznak meg a készítők, és akkor lehet, hogy abszolút csak pozitívan lehet nyilatkozni erről a játékról. Mindenesetre én megköszönöm a figyelmet, legyetek jók, sziasztok! Azaz. Ki a következő? Jaj, de jó az a kis géppisztoly, amit oda letettem. Ezt szeretjük. Köszi! Ó, és még lootot is dobott. Ez szuper. Na nézzenek oda. Kicsit lassan tározza újra ezt a shotit. Felvettük az árat? Jó, reméljük.